Köszöntöm nézőinket és üdvözlöm a stúdióban vendégeimet, Zakar Katalint, a Vujicic Tihamér Zeneiskola igazgatóját, valamint Kovács Zsuzsannát, a Levente Alapítvány elnökét és a Vujicic Tihamér Zeneiskola igazgató helyettesét. Üdvözöllek benneteket sok-sok szeretettel. Mi szeretettel üdvözlünk teket. Egy különleges esemény, ami a szentendréiekre és az ideérkezőkre vár, ez az első In Medias Brass verseny, zenei sorozat? Mi a helyes kifejezés? Fesztivál és verseny is. És hát nagy örömömre olyan kollégáim vannak, olyan kvalitású kollégáim vannak, akik ebben a zenekarban is, ez az In Medias Brass, ez egy nagyon híres, nemzetközileg elismert zenekar. Azért mondom ezt így, mert a 2010-ben alakultak, és 7 éves megalakulások óta most puskázok, mert közben én mutatom ezt, hogy elkészült egyébként ez a szórólap erről a rendezvényről, és ebben jól olvasható az, hogy ők nagyon-nagyon sok olyan nemzetközi versenyen vannak már túl, ahol első helyezés, vagy legalábbis dobogós helyezést értek el, és most ért meg a dolog arra, ez az ő kezdeményezésük volt, hogy akkor róluk is nevezzünk el egy ilyen nemzetközi versenyt, és próbáljuk ezt megszervezni Magyarországon, Szentendrén. Igen, hát az ötlet az a fiútól származott, és a zeneiskola, illetve a Levente Alapítvány mögéjük állt ebben a kezdeményezésben. Pályázatokat írtunk, és hát így valósulhat meg ez a fesztivál most. Rengetegen támogatják ezt az eseményt. Az Emberi Erőforrások Minisztériumával például dr. Hoppá Péter vállalta, hogy a versenynek a fővédnöke lesz, de a Büfé Group, aki a, hát tulajdonképpen ez egy hangszer koncern, hangszergyártó hatalmas cég, ők állnak a fiúk háta mögött, és ők is részt vesznek ebben a verseny, illetve hát a támogatásban. Nemzetközi versenyről van szó. Kik vehetnek részt rajta? Hogyan zajlott a nevezés? Egy kicsit így az előzményekben még avassatok be minket. A korcsoport egészen a kicsiktől, teljesen a professzionális korosztályig terjed, de mint ahogy a nevében is benne van, ez kamaraverseny. Tehát itt nem szólistákat várunk, hanem elsősorban 3 és 6 tagú kamarazenei csoportokat. És egészen zeneiskoláktól kezdve külföldi profi együttesekig. Úgyhogy nagyon széles a paletta. Megint puskázok, mert itt vagy 5 országból jön 27 együttes, összesen 117 versenyző érkezik Szentendrére a hétvégén. Ha jól tudom, már a franciák itt is vannak. Így van, ma reggel érkeztek meg. Ennek a versenynek, illetve fesztiválnak az is a különlegessége, hogy tényleg a 10 évesektől, tehát az egész kis zeneiskolásoktól a legnagyobb részfúvós felleg várnak számító szakközépiskolákon keresztül egészen a profi együttesek szerepelhetnek. A profi együttesekbe bele kell érteni azokat is, akik zeneművészeti főiskolára, a zeneakadémiára járnak, akár Magyarországon, akár külföldön, illetve azokat az együtteseket, akik már úgymond együttesként funkcionálnak bárhol a világon. Például a Grácia együttesnek az egyik tagja, ő például 40 év fölött van, tehát hogy igazából igen, tehát hogy nincs nem volt igazából megkötés korosztályilag, igazából a 10 éves kor az, ami alatt nem nagyon tanulnak részfúvós hangszereken a gyerekek, ezért 10 éves kortól lehet részt venni a versenyen. Adódik a kérdés, Szentendrét kik képviselik? Hát Szentendrét egy trombita kvártet fogja képviselni, akik készülnek erre a versenyre, és hát reméljük, hogy szépen fognak szerepelni. És természetesen a kollega, hát Kressz Rihárdot itt meg kell említeni, mint a zenekar tagját, a zsűri tagját egyben, és mint felkészítő tanárt, és a Vujicic Tihamér Zeneiskola tanárát. Úgyhogy ez nem elhanyagolható. Hát nem csak az, hogy Szentendre ad helyszínt ennek a nagy zenei fesztiválnak, hanem szentendreiekért is lehet majd rukkolni, úgyhogy menjenek el minél többen, de hova és mikor? Igen, azért kell hangsúlyoznom, amit mondta, hogy ez fesztivál is, hiszen a kapu nyitva áll bárki előtt, tehát ezek a programok ingyenesek, ezt nem győzöm hangsúlyozni, és valóban nagyon-nagyon minőségi muzsikálást fognak hallani, aki eljön a Városháza dísztermébe, ezúttal is köszönjük a
Szentendre önkormányzatának, hiszen teljes vászszélességgel kiálltak-e mögé az esemény mögé, mint általában minden olyan mögé, ami Szentendre, mint a Művészetek Városa hírnevét tovább viszi, vagy támogatja. Tehát 9:30-kor kezdünk szombaton a professzionális kategóriával, és a verseny az tart egészen. Hát a 17 órás blokk körülbelül 6 óráig fog tartani, utána fölkészülnek a zsűritagok, és egy különleges koncert zárja ezt a napot. De mielőtt még a verseny elkezdődik, szeretném figyelmükbe ajánlani a kedves nézőknek a pénteki ünnepélyes megnyitott és gála hangversenyt, ahol nem más, mint az InMedias Brass együttest fogjuk hallani. A műsorról pedig akár a honlapunkon, vagy a szóróanyagokon tájékozódhatnak, csak kiemelném, azért lesz mindenféle, tehát a Görsvintől kezdve a Monti Csárdásig nagyon sok izgalmas hallhatnak majd, akik ide látogatnak. De a zárás sem lesz akármilyen vasárnap, ha jól tudom. Így van. Vasárnap is zajlanak még a versenyek. Ez a verseny egy kétfordulós verseny. Az első fordulók lesznek szombaton, illetve a második fordulók lesznek vasárnap. És vasárnap 17 órakor egy ünnepélyes gálakoncerttel zárjuk magát a versenyt. És a 2017-es évi Levente díj átadása is ekkor lesz a Városháza dísztermében. Én is arra szeretném a nézőket sarkalni, minél többen jöjjenek el a programokra, hiszen lesz közönségszavazás Szentendre Városa, illetve a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. Felajánlott egy külön díjat annak az együttesnek, aki a legjobban tetszik a közönségnek, és őket vissza fogja hívni a város koncertezni, úgyhogy hát várjuk a közönségszavazatokat majd a résztvevőktől. Szavazás, verseny, zsűri, de kikből áll a zsűri? Mit lehet róluk tudni? Hát a zsűri az egy igazi nemzetközi zsűri lesz. Kazuhiro Nakamura érkezik Japánból, ő az Oszakai Egyetem tuba professzora, és hát nagyon fiatal, de ennek ellenére egy nagyon elismert művész világszerte. Stephen Mead érkezik még, ő Angliából. Az ő hangszere az eufónium, ez egy nagyon különleges hangszer, ez a tubának a kis testvére. És hát ő igazából arra tette fel az egész életét, hogy ezt a hangszert bemutassa azt, hogy nem csak a zenekarokban lehet használni, és a basszus szólamot erősíti ez a hangszer, hanem szólistaként is ő járja a világot olyannyira, hogy tényleg szinte minden nap máshol koncertezik. Az Egyesült Államokból fog érkezni, és a Dél-Koreába fog tovább menni, úgyhogy ő tényleg abszolút, nagyon örülünk neki, hogy elvállalta egyrészt a versenynek a zsűri elnökségét, illetve azt, hogy őt hallhatja a magyar közönség, mert nem járt ő még Magyarországon. Dr. Hőn Agusztáv lesz még, aki a magyar részfúvósokat fogja igazából képviselni, illetve a felső oktatást, ő a Zeneakadémia professzora, illetve a rádiózenekarban játszott, tehát ő is egy elismert harsona művész, és 2010-ben életműdíjat is kapott egy amerikai szervezettől, amivel elismerték az ő munkásságát egész életén keresztül. Illetve hát a zsűri tagjai még az InMedias Brass együttesnek a tagjai, Kressz Richard és Nagy Antal Endre a trombitások, Benyus János kürtművész, Sztán Attila harsona művész és Bazsinka József tuba művész. Hogy képzeljük el majd magát a versenyt, aki ellátogat, milyen, hány perces darabokra készüljön? Általában ugye megvan kötve a műsoridő, hiszen valahogy tervezni kell. Tehát akik ide érkeznek, a zeneiskolába érkeznek, ott regisztrálnak és gyakorolhatnak. Amikor már jól begyakorolták a darabjaikat, illetve átismételték azokat, akkor tudnak átmenni a Városházára, és akkor a díszteremben lesznek. Én, ha jól tudom, 8-10 perces maximálisan egy-egy versenyszám, amivel ők készülnek. És hogyha tovább jutnak, akkor a második fordulóba szintén egy nagyjából ilyen hosszúságé, tehát nagyon emészthető, nagyon jól, könnyen hallgatható, mindenki számára ajánlott lesz. Egyébként Magyarországról van-e még valaki, aki benevezett a versenyre? Ezt Zsuzsi jobban meg tudja mondani. Igen, hát a zeneiskolai, illetve a középiskolai kategóriában ott szinte csak magyarok vannak, és a professzionális kategóriában 4 együttes nevezett Magyarországról.
Azt érzem egyébként, ez most egy saját vélemény csak, hogy egyre népszerűbb a komoly zene a városban. Gondolom, ez köszönhető a zeneiskolának és az ott folyó életnek is, hiszen nagyon sok növendék kerül ki a kezeitek alól. Így van. Én ezt nagy örömmel konstatáltam én is, hogy egyrészt nem nagyon csökken az érdeklődés a zeneiskola iránt, nagyon pozitívak a visszajelzések, és azt sem szabad elfelejteni, hogy itt van egy olyan társadalmi réteg, akiknek a zene, a különböző művészetek, ez érték, ez egy tudás, és ezt nagyon fontosnak tartják az itt lakó szülők, hál' Istennek, és ezért hozzák a gyermekeiket hozzánk. Most még talán nem is szabadna elárulnom, de vannak olyan szándékaink a zeneiskolában, hogy bizonyos eddig még nem tanított szakokkal bővíthetnénk a repertoárt. Hát erről majd a későbbiekben, ha ez valóban sikerül és engedélyt kapunk rá, akkor erről szeretnék majd beszámolni a közönségnek, a nézőknek. Erre visszatérünk majd kicsit később, de most ugye itt a fesztivállal kapcsolatban még azt áruljátok el, hogy ez egy első alkalom. Terveztek-e folytatást? Visszhangoktól függ, de hát nagyon jó lenne. Mivel azért ez egy olyan alkalom, amikor a részfúvós kamarazenét, aminek igazából fóruma 1980-as évek közepétől egyáltalán nem volt Magyarországon, tehát ezt szeretnénk egy picit visszahozni, és hogyha ennek mi központja lehetünk, akkor annál jobb. Tehát azt gondolom, hogy amikor lezajlott az a verseny és fesztivál, akkor majd tartunk egy ilyen kis brainstormingot, és kitaláljuk a jövőt. Egyébként milyen népszerűsége van, hogy veszitek észre így a közéletben ennek a műfajnak? Igazából én úgy gondolom, hogy egy kicsit mostoha ez a műfaj. Azt gondolják a részfúvós hangszerekről, hogy nagyon hangosak, tehát kicsit negatív, én úgy gondolom, a megítélése, és ezen is szeretnénk változtatni, hogy hallják azt az emberek, hogy tényleg professzionális együttesek, művészek milyen finomságokat tudnak ezekből a hangszerekből kicsikarni, és hogy ez is egy olyan műfaj, amely érdemes arra, hogy széles közönséget vonzon. Zeneiskolai keretek között van-e valami kritérium annak, hogy valaki egy részfúvós hangszeren tudjon játszani? Igen, legfőképpen fontos az, hogy legyen előfoga. Tehát ez egy kicsit mókásnak tűnhet, de valóban ahhoz, hogy meg tudja támasztani a fúvókát, ahhoz természetesen szükség van ahhoz, hogy már az első nem tejfogaiként legyenek annak a pici gyereknek. Mennyire szívesen jönnek és választják ezt a szakot? Én azt gondolom egyébként, hogy egyre szívesebben, hiszen a most létező fúvószenekarunk az egyre több helyen lép föl, talán most a május elsőjei eseményeken is lehet majd őket hallani, és azt hiszem, hogy ez is nagyon fontos, hogy egy olyan közösségteremtő erővel bír akár egy ilyen fúvószenekar, vagy egy ilyen kamaracsoport, ami miatt motiváltabbak lesznek a gyerekek. Ez nem titkolt célja ennek a fesztiválnak egyébként, hogy kicsit bevonzuk ezeket a gyerekeket. Tehát akkor a legkisebbeknek is érdemes lesz ellátogatni, hogy aztán majd kedvet kapjanak. Igen. Még egyszer az időpont és a helyszín, hogy mettől meddig lehet majd. Igen, tehát pénteken, április 21-én kezdődik az első In Medias Brass nemzetközi részfúvós kamarazenei verseny, és vasárnap zárul 5 órakor a gála hangversennyel. És aki a programra kíváncsi, hol találja meg? Városháza díszterne, Városház tér 1. És a konkrét programokat mely honlapon lehet kiválasztani? A zeneiskola honlapján, www.uicsics.net honlapon. Igen, lehet a Szentendre és vidékében is megjelent az újságban. Most már számtalan. Én nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtatok hozzánk, és mindezeket az információkat megosztottátok velünk. Szerintem bőven lesz, miről beszélgetni az elkövetkezendő időszakban is, és várunk vissza ide a stúdióba titeket. Köszönjük szépen. Vendégem volt Zakar Katalin, a Vujicic Tihomér Zeneiskola igazgatója, valamint Kovács Zsuzsanna, a Levente Alapítvány elnöke, a Vujicic Tihomér Zeneiskola igazgató helyettese. Még egyszer köszönjük, hogy befáradtatok hozzánk. Köszönöm. Nézőinknek köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!